Sziasztok, Chris vagyok, megint egy újabb videóval, ma hétfő van, és ezért gondoltam, mi lenne jobb hétfőn, mint egy kis motivációval kezdjük a hetünket. És ma arról fog beszélni a példaképekről. Én azt mondom, hogy saját magunk legyünk a példaképünk, és nem jó túlságosan más példaképekre más emberekkel nézni, mint példakép. Mert mit is jelent ez a szó példakép? Számomra ez azt jelenti, én, Chris, most van egy példaképem, úgy akarok kinézni, úgy akarok viselkedni, olyan akarok lenni, mint ő. Szóval, amilyen ez az ember, azt a életmódot pontosan arra törekszek. De legtöbb esetben miért is gáz? És sokan mondták már, hogy Chris, te vagy a példaképem, stb. Ez nagyon megtisztel, de őszinte vagyok, nem akarok a példakép lenni, én max egy példa akarok lenni, hogy motiválok titeket. Én kis erőt, motivációt szeretnék adni, nyilván mindenkinek ugye más tehetsége van, és gondolom én ezt tudom jól, a motivációt, motiválni másokat, ezért ebben segítek, de nem akarom azt, hogy ti most 100%-osan, ha én utamon járjatok, hogy a Chris Hó a példaképünk, egyszer meg is mondom, hogy miért. Én szinte reggeltől estig ezzel a fitness életmóddal foglalkozom. Nekem úgymond egyszerűbb így kinézni. És azt is tudom, hogy a legtöbb nézőm az más munka után megy, vagy iskolába jár, és nem tud 100%-osan nyilván így élni, mint én. 100%-osan minden nap friss kaját főzni, 100%-osan edzés, szóval nem tud, a legtöbb ember nem tudtok odafigyelni 100%-osan úgy, olyan mélyen, mint én ebben az életmódban ezt tudom, és ezért őszintén is vagyok. Na, én fizikumot évekig tartott, hogy elérjem, nagy erőfeszítéssel, és sokan tőletek nem is fogják, vagy tudják ezt a pontos fizikumot elérni. Mert egyszerűen az nem olyan könnyű. Én a videóimmal azt mondom, hogy hozzátok ki magatokból a maxot. Légy te saját magad a példaképed. Én is így élek, nekem igazából példaképed nincs. Már mondtam pár videóban, akire úgymond felnézek, vagy mondom, wow, amit ő teljesített, az tök jó, az a Arnold Schwarzenegger. Ő a egyetlen, aki ezt mondhatnám, hogy példakép, de nem akarok úgy kinézni, mint ő. Igen. Szóval, minden nap hozzad ki magadból a maxot. Légy saját példaképet, nézd be a tükörbe, mondd minden nap, ígérd meg magadnak, hogy én XY a maxot hozom ki belőlem. Akármiben, és ez most nem csak edzés, testépítés, ez más sportág, nem rajz szól, vagy más a családban, a munkában. Ha maxot hozod ki magadból, ezért már mondtam sok videóban, annyira sikeres leszel, hogy el se fogod hinni. Mások csak csodálkozni fognak. Egy kis példa az én életemből, akik mert régebben ismert, például a szüleim, és a most, ha elmesem, hogy mit csinálok, naponta milyen sok dolgot el se képzelik, el se hiszik, hogy ez én vagyok, hogy ennyire megváltoztam 180 fokban. És nem azért, mert volt egy példaképem, és azután törekedtem, hanem saját magam lettem a példaképem. Azt mondtam, Chris, 28 évig szaltál mindenre, csak áldogáltál, most maxot adsz be minden nap, és akkor majd meglátjuk, hogy tényleg ez egy, tényleg úgy van-e, hogy ha minden nap beadod a maxot, akkor sikeres leszel? És eddig azt kell, hogy mondjam, egy is vagyok után, hogy tényleg ez így van. Ha tisztességesen, szinte minden nap a maxra törekszesz. Igen, szóval nem is a legfontosabb, hogy minden nap a maxot adjad be, hanem hogy minden nap a maxra törekszünk. Ha már ezt megcsináljuk, akkor sikeresek leszünk, akár miben. És akkor már nem is kell példakép. Ne értsétek félre, nagyon
örülök. Ez a szót nem tudom kimondani. Nagyon örülök. Megtisztel, hogy ilyen sokan nézik a videóimat. Soknak példaképje vagyok. Nyilván ilyen tizenéveseknek egy példakép oké, de ne úgy akarjátok pont kinézni, mint én. Mindenkinek más anatómiája. Az már egy elég sok idő kell, hogy így nézzetek ki, plusz nagyon sok erőfeszítés, egy olyan életmód, ami tudom, hogy a legtöbbnek nem is működne, mert más-más munkátok van. Nekem a minden nap kondíban vagyok, ott vagyok, nyilván egyszerűbb nekem. Egyszerűbb, ezt tudom. Ezért most a végén még egyszer mondom, szívesen motiválok titeket, és továbbra is fogok is, és már több mint 1500 követőm van, hihetetlen, nagyon köszönöm, és ezért vagyok itt, hogy motiváljak titeket, hogy megmutassam, hogy hogyan tudtok ti saját magatok a példaképetek lenni. Igen, ez egy szép befejező mondat volt, segítek abban, hogy megtaláljátok saját magatok példaképét. Adjátok minden nap be a maxot, tisztességesen, edzésben, családban, párkapcsolatban, munkában, és nem csak sikeresebbek leszünk, hanem elégedettebbek, és ami legfontosabb számomra, mert először élet boldogabb. És nem a pénz az, ami igazi boldogságot ad, hanem ez, hogy önmagad tudsz lenni, napról napra egy kicsit fejlődsz a pozitív irányba. Köszönöm, hogy megint megnéztétek a videómat, és kommentekbe továbbra is, ha vannak kérdések vagy témák, a legtöbb like, ami a kommentekben van, lesz a következő téma mindig. Ennyi volt, és hello!